Kedves atyák, mostani rekollekciónkat egy nagyon időszerű témának szentelem, amit állandóan végzünk, de minduntalan szükséges ebben megújulnunk, nevezetesen az igehirdetés, régen, ahogy mondták, a prédikálás, vagy klasszikusan szólva a szónoklattan. Annyira időszerű ez, hogy evangelizálás éve van. A Vatikáni Rádióból hallottam, hogy Ausztráliában kifejezetten egy ilyen konferenciát fognak tartani, ahol erről szólnak, és a Szentszék is bíborossal képviselteti magát ezen a konferencián, hiszen nagyon fontos az Isten igéjének erőteljes, újszerű és hiteles továbbadása. Hát én abban a helyzetben vagyok, hogy titeket nagyon ritkán hallak prédikálni, mert akárhányszor megyek valahova, nekem kell megszólalnom, egyrészt ezt írja elő az egyházi törvény, és hát ha elmegyek bérmálni, akkor mindenképpen, bár én nagyon jó emlékszem rá, hogy amikor engem bérmáltak, nem a püspök prédikált. Erre nagyon jó emlékszem. Így van. Tehát ott a püspök, ott szerintem kicsikét meghallgatta a helybéri papot. Lehet, hogy erre fogok majd én is fanyalodni, hogyha már kifogyok a beszédből. Na most, tehát erről szólnék, ami nagyon fontos számunkra, és hát nagy szónokok által is kicsit bemutatnám ezt a műfajt, és mindenkinek van erről tudása. Latinok mondták annak idején, hogy poeta nascuntur, fiantora tauris, hogy a költők születnek, a szónokok lesznek. Biztos, hogy kell hozzá valamilyen alapvető képesség, de hogy a gyakorlat által tanulunk meg szólni, prédikálni, az bizonyos. És ez változik az idők folyamán. Prohászka Otokár, nem kell bemutatni itt, annyit tudunk róla, hogy szónoklattan szempontjából is, hogy a 20. századnak a legjelentősebb hithirdetője volt konferencia beszédjeivel, és nem volt olyan hely a történeti Magyarországon, olyan nagy hely, ahol meg ne fordult volna éppen a prédikálás szándékával és céljából. Az első prédikációja után 1882. augusztus 27-én akkor szentelték pappá, ezt írta be a naplójába. Először predikáltam. Szavaimat kegyelem kísérte. Minél lángolóbb a szív, annál mélyebbre fog lehatni a lelkekbe. Ó Jézusom, milyen volt a te predikációd? És hát tudjuk, hogy kifejlesztette magában azt a stílust, amiben nem csak a szó, hanem valamiképpen az egész lénye meg tudta szólítani az embereket, akik még ismerték őt, még találkozhattunk ilyen öreg papokkal, én még találkoztam, aki hallotta őt beszélni, látta a gesztusait, és azt is, hogy kicsit ilyen tótos hangkordozása volt, és még a hangja is fülükbe csengett ezeknek az embereknek. Nagy bánatunkra nem maradt fönn utána hangkordozón hang. Hát lehet, hogy valahol előkerül még, de hát abban az időben már bőven rögzítették a hangokat, hiszen Kossuthról 1890-es évekből is maradt meg egy recsegő hangüdvözlet, ő pedig 27-ben halt meg. Ő leírja a naplójában, hogy milyen legyen a jó szónoklás és a jó prédikáció. Ezt a retorikai lexikonból kerestem ki, mert ebből könnyebb volt kikeresni, mint a 28 kötetből. Egyébként ajánlom figyelmetekbe, nagyon jó szellemmel van megszerkesztve. Mi annak idején a Bognár Elekét ismertük, azt a könyvet, és
Csak úgy promemória fölmutatom, ez már nem az én időmnek a jegyzetei voltak, mert ekkor már nem voltam kispap. A szónoklás gyakorlati tudnivalói Bognár Elektől, igehirdetés retorikája, igehirdetése, a Koncz Lajos és a, hát ugye a Söveg és Dávid Koncz Lajos munkája. Érdemes megszerezni és elolvasni ezeket a jegyzeteket. No, ezt írja Rohászka Otokár, a szónoklat a szó akcióban van, de jó előkészület, jó anyag és anyagkezelő tudás kell hozzá. Azután pedig szónoki érzéket s lelket szabadjára kell bocsátani. Alakítson, teremtsen, szórjon tüzet, szórja magát. A szónoki léleknek alakítania kell, és azt érezni kell. Ezt már 19-ben írta naplójába, tehát eltelt majd 40 esztendő, és följegyezték az utolsó beszédjét is. Ő nagyon szeretett Csobánkára járni, az által alapított missziós nővérekhez. És ő ott rendszeresen misézett és szólt a nővérekhez. Az a szociális testvér ezt írta be 1927. február 26-án a háztörténetbe. Nekünk mond szent beszédet. Letáre vasárnapja van. Olvassa János evangéliumából a 6. fejezetet 1-től 15-ig. Amikor ott Jézushoz mennek, és nem akarják őt elfogadni. Mintha mi nem is volnánk jelen. Az utolsó mondatot a könyv fölött elnézve önmagának mondja. A Jézus a hegyre futott egyedül. Tehát ő ekkor egy teljes átszellemültségben végezte már ezeket a prédikációkat, és igazi nagy szónokhoz méltó módon, hát gyakorlatilag a szószéken halt meg, utána már egy napot élt, de annyira tudta, hogy meg fog halni, hogy Kudela Gézának, aki a Kalocsi Egyház megyének zenészpapja volt, mint a Leányfalusi Vilmos atya is Pesten élt, ő komponálta a győzelemről szóló ének dallamát, azt mondta, hogy ezt játssz, hogy közelebb, Uram, hozzám, hozzád. És ezt játszott a prédikáció előtt is, mint tudjuk, ott a szószéken lett rosszul, és egy nap múlva meghalt. Tehát kezdett azzal, hogy nagy cél tűzött ki maga elé, és a végén már csak önmagának prédikált. Saub Zoltánt többen ismertük a Váci Egyház megyéből. Ő nagyon kiváló szónok volt, Fóton élt a prépostúr, és Pestről kijártak abban az időben, hogy hallgassák. Egy kis alacsony ember volt, az volt a vicc róla, hogy valóban a szószékben volt egy sámlia. Ezt én magam is láttam, hogy arra fölállt, és pont azt mondta, hogy kis idő is nem láttok engem, kis idő láttok engem. Leesett vissza, visszalépett rá, ugye? De a Zoli bácsi mondta egy korona alkalmával, hogy először én hatni akartam, mikor fiatal pap voltam. Utána tanítani akartam, most már csak magam elé elmékedem. Tehát van ez így, hogy valaki már úgy gondolja, hogy nem az ő kimondott szava az, ami hat, hanem az Isten kegyelme. Ezért legjobb úgy szólnunk, hogy az nekünk is tanítás legyen, mert nem szabad olyan prédikációt mondani, amit magunk se hallgatnánk meg. Legyen ez mérce, tehát hogyha az ember nem volna kíváncsi arra, amit ő elmondott, ha mástól hallaná, akkor ne mondja el. Ha én is unom, és nekem sem mond semmit, ha mástól hallanám, akkor mit raktálok vele embereket. A papi szolgálatról szóló zsinati határozat erről ír egy kisebb fejezetet, hogy milyennek kell lenni, vagy milyen módon kell
a papnak prédikálni és az evangéliumot hirdetnie. Úgy gondolom, hogy érdemes elolvasni, annál is inkább, mert ugye a II. Vatikáni zsinat jubiláris éve van, hogy 50 évvel ezelőtt kezdődött, és jó ezt újra meg újra fölidézni. Ezt írja. Isten igének szolgálata. Isten népét elsősorban az élő Isten igéje gyűjti egybe. Éppen ezért joggal várhatják az igét a pap ajkáról. Mivel hit nélkül senki sem üdvözülhet, a papnak, mint a püspök munkatársának első teendője, hogy Isten evangéliumát mindenkinek hirdesse, és így, teljesítve az Úr parancsát, menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, létrehozza és számban is gyarapítsa Isten népét. Az üdvösség igéje a hitetlenek szívében életre kelti, a hívők szívében pedig megerősíti a hitet az apostol szavai szerint. A hit hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából, Rómaiakhoz írt levél. A hit által pedig kialakul és növekszik a hívők közössége. A papok tehát minden embernek tartoznak azzal, hogy közlik velük az evangélium igazságát, amelyet maguk már boldogan birtokolnak az Úrban. Lehet, hogy hitetlen környezetben példás életükkel vezetik rá az embereket Isten dicsőítésére. Akár predikációban nyíltan hirdetik a hitetleneknek Krisztus misztériumát, akár a keresztény oktatást végzik, vagy az egyház tanítását magyarázzák, vagy valamilyen időszerű kérdést igyekeznek megvilágítani Krisztus fényénél, sohasem a maguk bölcsességére támaszkodjanak. Mindig az Isten szavát kell tolmácsolniok, s mindenkit nagy nyomatékkal kell biztatniok a megtérésre, a szent életre. A mai világban gyakran igen nehéz feladat a papi ige hirdetés, mégis könnyen eléri a hallgatók értelmét és szívét, csak Isten igéjét ne általánosságban és elvontan fejtsék ki, a való élet körülményeire kell alkalmazni az evangélium örök igazságát. Így az ige szolgálatának sokféle módja alkalmazható, a hallgatóság szükségletei és különféle ige hirdetői karizmák szerint. Nem keresztény vidékeken és csoportoknál, az evangélium hirdetésével az emberek először a hitre, majd az üdvösség szentségeihez vezetik az embereket. A keresztény közösségekben viszont a prédikáció a szentségek kiszolgáltatásához szükséges, főleg olyanok számára, akik láthatóan alig értik és hiszik azt, amiben részesednek, pedig a szentségek a hit szentségei, a hitnek pedig az ige a forrása és táplálója. Ez a megállapítás főképpen a Szentmise ige liturgiájára áll. A Szentmisében ugyanis fölbonthatatlan egység jön létre, Krisztus halálának és föltámadásának meghirdetése, az igét hallgató nép válasza, és a között az áldozat között, amellyel vérét ontva, Krisztus pecsételte meg az új szövetséget, s amelybe a hívők önmaguk fölajánlásával és az eukarisztia vételével kapcsolódnak be. Tehát kitetszik ebből a papi életről szóló határozatból, hogy a hitet elsődlegesen a prédikációval tudjuk elősegíteni. Tudjuk, hogy a hit kegyelem, de miután a hit hallásból ered, ezért prédikálni kell, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Ez az ausztrál konferencia azt a mottót tűzte ki célul, vagy jelmondatul, amit fülbe súgva hallda,
hirdetnek, azt hirdessétek a háztetőkről. Ez a konferenciának a jelmondata. Tehát először is hirdetni kell. A hitetlenek, értek én ez alatt például egy temetésnek a résztvevőit, mert sokszor azt látjuk, hogy teljesen hitetlenek az emberek. Én ezt nagyvároson bőségesen megtapasztaltam, hogy a harmadik sorban már rágógumistak, meg még hátrébb cigarettáztak, meg beszélgettek, de nem szabad letenni arról, hogy ez egy misszió, és nem szabad hozzákötni egy imádságot csupán, aztán mehet a maga útján, hanem akár az egyhőjazi időszakból kiindulva, akár valamiképpen egy élet eseményből, hogyha én mindig megdicsértem, hogyha az illető szentségkel volt ellátva, azt nem mondtam, éppen most hallottam valakiről, hogy azt is bemondta, hogy nincs, nem volt fölkészítve, kétségesek vagyunk az üdvösség felől. Hát ilyeneket nem mondjuk, mert Isten tud üdvözíteni. De azt mindig megdicsértem, hogyha az illető öntudatosan fölvette a szentségeket. Tehát hirdetni kell egy ilyen környezetbe, ez egy misszió. És nagyon sokszor, most, hogy ilyen mindenféle társadalmi dolgokba berángatnak bennünket, én azért is nyilatkozom, vagy például most jönnek majd ide, egy bulvárlapba, mint a Petőfi Népe, mert én azt annak tartom sajnos, azért nyilatkozom, mert vannak, akik így értesülnek, mert máshonnét nem kap semmi információt a hitről, egyházról, Jézus Krisztusról. Azonban azok, akik már bent vannak az egyházba, azoknak egy mélyebb evangelizáció szükségeltetik, mert ők már hisznek, de nem biztos, hogy jól, hanem keveredhet babonával, tudatlansággal, sok mindennel a hitük, ezért újra meg újra magyarázni kell nekik. Gondolok itt arra, hogy én bekapcsolom sokszor a Mária rádiót, és a betelefonálók néha olyan blödségeket mondanak, hogy nagyon nehéz annak a papnak, aki ott van, jól válaszolni hirtelenjében. Mert az embereknek nagyon nagy a tudatlansága, még a templomba járóknak is. Tehát ebből ezt le lehet szűrni, és ezt így elénk adja. Az egyházi törvénykönyv pedig kifejezetten parancsba adja a hithirdetést. A 767. kánon több pontban ezt elénk adja, hát ezt most mind nem fogom felolvasni, de legalább az első ugye, paragrafusát. A prédikáció formái közül kiemelkedik a homilia, mely magának a liturgiának a része, és a papnak vagy a diákonusnak van fenntartva. Benne a liturgikus év folyamán ki kell fejteni a szent szövegből hitünk titkait és a keresztény élet szabályait. A nép jelenlétében bemutatott összes vasárnapi és kötelező ünnepi misében homiliát kell mondani. Ez súlyos ok nélkül nem szabad elhagyni. Erősen ajánlott, hogy a résztvevők, ha elég sokan vannak, homiliát hétköznapi miséken is, főként adventben, nagybőnben, valamint ünnepek vagy gyász alkalmával bemutatott miséken. A plébánosnak vagy a templom igazgatójának feladata gondoskodni ezeknek az előírásoknak a jámbor megtartásáról. És akkor itt a tanításnak a tartalmáról szól a kódex. Tehát vasárnap kötelező, vagy tanácsolt ünnepen, ahogy régen mondtuk, hétköznap ajánlott. De hétköznap találjuk meg az amment, és az a nehéz, hogy valaki 2 vagy 3 percnél többet ne beszéljen. Ugye megtörténik az, hogy adventben van a Roráté mise, és ezt hát ott Kalocsán is tapasztaltam, nem most az Erna atyánál, hanem még előtte, hogy nem találta az amment, és olyan 50-re lett vége, 6 órakor kezdődő misének, és akkor említettem az atyának, tehát ezek munkába mennek, hát rászánták az időt, hát nem látod, hogy feszelegnek. Ott egy 2 percet untig elég szólni, és szoktam mondani, hogy boldog II. János pápának a magánmiséjén voltam ott, 1/2 óra alatt befejezte. Nem volt semmi elkapkodva,
egy hétköznapi szentmisét szépen fél óra alatt be lehet fejezni. Ha nincs, hát hogyha mit tudom én a kántor, nem tudom mennyit nem énekel, de be lehet, ezt csak azért mondom, hogy vannak, akik itt nem ismerik a mértéket. Mondjuk a vasárnapi szentmise is egy óra alatt, hogy így mondjam, ha közönséges vasárnap van, befejeződik, vagy be kell, hogy fejeződjék. Nem csak az elejét kell tudni, hanem a végét is, hogy körülbelül mikor lesz. Amikor, hát ugye most magamról szólnék, mikor kimegyek, hát nyilván, hogy hosszabban kell prédikálnom, mert elvárják egy bérmálás, templomszentel és stb. Alkalmával, hogy hosszabban szóljak. De amikor akár az egyetemi templomba, akár Várszot, vagy bárhogy így sorozatban miséztem, sose húztam el. Tehát megvolt annak a mértéke, mert a mai ember nem bír sokáig figyelni. Bölcskeinek tettem fel a kérdést, hogy nem gondoltátok meg, hogy rövidebbre kéne fogni a prédikációkat. Hát mondta, hogy hát igen, a reformátusoknál így kéne, de hát nincs más. Ugye? Na most, hogyha én váltogatom különböző kánonokkal, szépé tudom tenni a szentmisét, jó felolvasókat válasszak, mert az is egy általános tapasztalatom, még bérmáláson is, hogy elhadarja, meg se várja végét. Ez Isten igéje, már szalad is le. Tehát a felolvasás olyan legyen, hogy az is fölérjen egy prédikációval. És az evangélium felolvasása és utána következik mondjuk egy 10 perces beszéd, de arra készülni kell. Proászkotok át kérdezték, hogy szokott készülni. Azt mondja, leírom, megtanulom, de elengedem magamat, ha látom, hogy erre van szükség. Tehát ezt egy bizonyos idő után az ember már meg tudja tenni, hogy figyeli a reakciókat, mert ha elkezdenének ásítozni, akkor meg is ágyaznak, és akkor már abba lehet hagyni a beszédet. Na most, ugye és ma megint nagy divattá vált, hogy ugye csak olvassák. Ugye, jegyzet kell, de csak olvasni nem szabad, mert veszít az erejéből. Most valakit mondhatná, hogy ugye vannak főpapok, akik olvasnak, és akkor én megkérdeztem az egyik kollégámat, most nem nevesítek senkit, nem akarok ilyesmit mondani, de mindenki tudja, mondom, hát mondom, miért olvassa, amikor én ezt tudom, hogy kapásból négy nyelven papír nélkül el tudnám mondani. Hát először azért olvassa, mert nem akarja azt, hogy belekössenek később. Ugye? Mert az újságok sajnos olyanok. A másik azt mondja, viccesen hozzátette a püspök kolléga, hát tudod, hogyha nem olvasná, akkor nem volna elég tudományos, és azt hinnék, hogy csak úgy prédikálgat, mint egy ferences barát. Hát annak olyannak kell lenni, ugye? Na, de azért mindig az a beszéd, én megfigyeltem mostani szentatyánkat is, felolvas egy hivatalos szöveget, ami bekerül a Vatikáni Rádió információjába, aztán ha úgy tartja kedve, leteszi a papírt, és ő négy nyelven akkor ugyanezt elmondja kötetlenül, sőt hozzáfűz ezt-azt. Ugye, a kötetlen beszédnek nagyon nagy a hatása a felolvasotthoz képest. Na hát itt mi mindenféle szavakkal dobálódzunk, amit nem is biztos, hogy jól értünk, mert ha megkérdezem, hogy mit jelent az, hogy homiletika? Hogy mi ez, ugye? Hát a homiletika az eredendően egy csevegő beszélgetést jelentett. Mert ott be lehetett beszélni, mint itt is, hogy hozzászóltak, meg visszaszólnak, a homiletikába lehetett. Csak egy idő után aztán kiköszörülték ezeket a beleszólásokat, és csak egy monolitikus beszéddé vált a régi prédikáció, ami nevében hordozta azt, hogy az elején volt. Prédikó. Előbeszéd volt, még nagyon, nem is a nagyon régen, az igazi ünnepi nagymiséken előtte prédikáltak, a betű szerint való magyarsága szerint felolvasták az evangéliumot, és utána volt a szentmise. A nagyon nagymiséken, főként püspöki székhelyeken, hát amikor kispap voltam, akkor a latin konventmisén egy szó el nem hangzott magyarul. Erre akkor is már fölfigyeltem, hogy talán lehetne lépni. Na most, a szónoklattan, a retorika, az jó lehet, be van emelve a keresztény igehirdetésbe, de azért óriási különbségek vannak közte.
A klasszikus rétorok azoknak az volt a célja, hogy hírnevet szerezzenek, közéleti sikert. Ezt nagyon kiművelték akár Athénben, akár Rómában, hogy a nagy rétorokhoz mentek. Hát ugye Szent Ágoston ezért ment Ambrushoz, mert úgy hír lett, hogy jól prédikál. A klasszikus rétoroknak a célja az volt, hogy nagy hírnévre tegyenek szert a közéletben, hogy jól prédikál. Hát való igaz, hogy sokkal könnyebben tud hatást elérni az, akinek van szókészsége, és jól is adja elő, amit mondani akar. A tartalmában is különbözött, mert ottan császárokat, pogány életfelfogást hirdettek. Ugyanakkor volt, amit átvettek a keresztény igehirdetők, de mindig a kérugmára gondoltak, ugye az pedig nem más, mint az apostoli igehirdetésnek a továbbadása. Szent Pál kísérletezett vele, hogy ókori rétorok példájára hirdesse az evangéliumot, gondolok ott athéni beszédjére, nem sokakat tudott megtéríteni, és hát ekkor mondta azt, hogy a mi beszédünk, ugye, az a pogányoknak ostobaság, a zsidóknak meg botrány, de akik hisznek Jézus Krisztusban, a megfeszített Krisztus Isten ereje és bölcsesség. És ugyanakkor mondja, hogy hirdesd az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan, és azt is mondja Szent Pál, hogy imádkozzatok értem, hogy megkapjam a beszéd kegyelmét. Azt mondja Timóteusnak, hogy nagy hozzáértéssel szólj. Tehát nem volt távol Szent Pál apostoltól az, hogy jól adja elő. Hát maga Jézus, amikor prédikált, úgy tudott szólni, hogy az emberek megfeledkeztek éhségükről, szomjúságukról, hatalma volt, sőt azt is hozzátette, hogy az ég és föld elmúlnak, de az ő igéi el nem múlnak. Tehát az Isten azért adta a beszéd készséget, hogyha lehet és van hozzá képességünk, éljünk vele. A keresztény rétorok a keresztény igazságot akarták hirdetni, és itt az igazság sokkal több, mint akár morális vagy dogmatikai igazság. Itt a nagy ível írt igazság maga Jézus Krisztus. Tehát azt akarták hirdetni, meggyőzni az embereket, és hát erről különösen Szent Ágoston a keresztény tanításról szóló művében a De Doctrina Christiana, vagy a De Catechizandi Rudibusban egy nagy könyvet írt. Ha valakinek megvan még ez a 40-es években kiadott keresztény remekírók sorozat, haszonnal forgathatja, ugyan az első része az inkább arról szól, hogy hogy kell kifejteni a jeleket, szimbólumokat és így tovább, de a második praktikusan, hogy hogy kell a szónoknak szólni. Gyakorlatilag ez a könyv volt az, amit aztán az egész mondjuk középkorba felhasználtak, majd az a mű, amit Pázmánytól olvasok, erre fog utalni, és itt az volt, hogy ugye tanítani kell, gyönyörködtetni, megindítani, tehát és hogy az életre hatással legyen. Úgy kell tanítani, és hát a keresztény prédikátor az mindig kéri a Szent Lelket, hogy ő jól tudja kifejteni az Isten igéjét. És meg kell értetni, és azt kell utána továbbadni azt a megértett igehelyet, vagy az igét, és ezt kell közölni az emberekkel. Tehát már a keresztény ókorban kialakult a retorikának a fontos teóriája, hogy milyen legyen. Ez mind nyugaton megvolt, mind keleten, ha gondoljunk egy aranyszájú Szent Jánosra, aki azt találta mondani ott a feszengőknek, hogy ezt csak csekély két órácskát nem bírjátok kibírni, még én itten hozzátok szólok. Ugye a latinok nem ilyenek voltak, sokkal praktikusabbak, mai időkre vonatkoztatottan is. Ki volt téve a homokóra, és negyed órát beszéltek. Tehát úgy ment a homokóra, hogy negyed órát lehetett akkor tanítani az Isten tiszteletén, már mondjuk ilyen klasszikus római liturgiákban. A középkorban, hogy ezeket az ókori szempontokat
még a bibliai példákkal is megtódották, illetve helyettesítették. Ennek egyetlen nagy igazi oka volt, hogy az emberek nem tudták olvasni a Szentírást. Ez volt a Biblia pauperum, és ez volt az, hogy nekik el kellett mondani a Biblia történeteit. Mert nem adhatta oda, először is nem volt a kezébe, másodszor a kezébe adta volna, nem tudta volna elolvasni. Ezért a középkori prédikációk, gondolok itt egy temesvári Pelbártra, vagy sok más nagy hírű szónokra, azok igen sok bibliai példát vesznek a hallgatóság tanítására. Az újkorba aztán a profán szaktudományok is beáramlottak, főként a pszichológia, szociológia, irodalom belefolyt már a prédikációba, amit aztán fölhasználtak az ige hirdetők. Mert ugye igaz az, amit Cervantal mond, hogy a hívő tudja, hogy hova fog kilukadni a beszédbe, csak arra kíváncsi, hogy hogyan. És a hogyanba benne van a tartalom is. Most, a zsinat után, amikor homiletikus prédikációkat mondunk, akkor az volna a fő szempont, hogy legyen szentírási megalapozottságú, és ugyanakkor zsinati szellemben. Még talán emlékeztek rá, a Theodor Filhautnak a könyve volt, annak idején az OMC-nél jelent meg, ige hirdetés zsinat után. Nagyszerű könyv mind a mai napig, pedig ez a zsinat másnapján jelent meg, 67-ben, meg is halt pár napra rá, amikor megjelent, hát előtte sok mindent írt, 60 éves volt ez a pastorális teológiai tanár, és az dolgozza föl, nevezetesen például most Pünkösdre vonatkoztatottan a Szentlélekről, hogy a zsinat milyen új meglátásokat hozott a Szentlélekkel kapcsolatosan, amit nekünk a prédikációba ki kell emelni. Vagy teszem azt a Szent Háromságos Istenről. Tehát ma, amikor prédikálunk, akkor mindezeket, figyelembe véve, amit elődeink tettek, nagyon fontos a zsinat tanítására odafigyelni. Sajnos az a tapasztalatom, hogy még a papok sem ismerik a zsinat tanítását, pedig 50 év eltelt, és most itt a nagy alkalom, a jubileum alkalma, hogy azt újra olvassuk. Itt a reklám helye. Ha valaki rákapcsol a Kalocsi Érseki Könyvtár honlapjára, hónapok óta magyarázom a zsinat egyes dogmatikai konstitúcióit, illetve határozatait. Civil naplón is rajta van, tehát mint egy példát is adok, de magam számára is egy disziplína, hogy újraolvasva, újra magyarázzam az idők jeleinek a figyelembevételével. Mert az evangéliumot úgy kell hirdetni, hogy figyeljünk az idők jeleire. Tóth Tömér azt mondta, egyik kezembe a Szentírás, a másikba az újság. Hát most az újságot már a média behelyettesíti, de kell az újság is. Hogy tudjuk azt, mert sokszor szokták nekem mondani, hogy miért hallgatom meg a híreket, vagy ilyen újdonságokat. Nem azért, mert különösebben nagy kedvemet találom benne, hanem azért, hogy ne legyen életidegen, hát hiszen az emberek hallgatják, hogy ahogy megközelítünk valamit, ne ilyen régi példatár alapján, hogy a gróf mikor leszállt a kocsijáról, meg ugye megnéztük ezeket a régi példatárakat, és éppen ezért minden prédikációs könyv nagyon, hogy is mondjam, múlandó termék, mert amennyire időszerű, annyira múlandó. Tehát minél inkább időszerűbb egy prédikáció, annál inkább múlandó, mert azt a pillanatot rögzíti, és utána már elveszíti az aktualitását. Ezért arra kell törekedni, hogy ezek a prédikációk is olyanok legyenek, hogy legyen benne magvas tartalmi tanítás is, egy példa, vagy egy reflexió a korunkra, az arra jó, hogy fölcsigázza az értelmet, és a figyelmet, és hozzá kapcsolja a tanításhoz. Gál professzor, aki egyébként roppant száraz ember volt, aki hallgatta őt, az tudja, hogy nagyon nagy erőfeszítésbe tellett, hogy még az ember órán van, 3 órát tartott nekünk, volt úgy, hogy egyszerre, hogy odafigyeljünk. De amikor konferencia beszédét tartott, akkor kezdte azt mondja, Churchill írja az emlékirataiba, ami akkor éppen megjelent. A legújabb dolgokkal indított, mindenki figyelte, hogy no, most mi lesz? És utána jött
a kifejtése a dolgoknak, ami nem volt, hogy is mondjam, könnyed műfaj abban az időben sem. Na tehát, ugye a homíliában erre kell törekedni, és azt mondja, van a perikópa rendszerünk, amit figyelembe kell venni. Valaki mondta azt, hogy kérdezte tőlem ilyen papi találkozón, hogy mindig ehhez kell kötni magunkat. Na most ajánlott, de ha történetesen valaki évek óta, esetleg évtizedek óta ugyanazon a helyén van, hát éppen mondjuk egy hitévében megengedhet a hitről a katekizmus alapján egy sorozatot, vagy a második vatikáni zsinatról egy sorozatot, mert már annyi szó hallották a tékozló fiú történetét, hogy az a pap más megvilágításba szinte nem is tudja helyezni. Tehát ilyenkor, de sose távolodjunk el a Szentírástól és az egyház lényegi tanításától. És soha ne féljünk attól, hogy az ismétléssel valami olyasmit mondunk, hogy majd ők ezt már unják. Unják a példáinkat, ha mindig ugyanazt mondjuk. De egyébként az embereknek a tartalmi ismerete és tudása az nem szokott nagyon mély lenni. Annak idején, mikor meghívott másodszor is lelki gyakorlatra a Sallai János atya, ismertük őt, Baláskám, a nép magát kívánja, hát biztos, hogy egy öreg asszony volt, ő jöjjön el megint a trídum megtartására, de ebből ne csináljon nagy problémát, mert én sem emlékszek rá, hogy mit mondott tavaly, és a hívekről se feltételezek többet, nyugodtan elmondhatja a tavalyi beszédjét is. Ugye? Annak idején a Leszczowski Armadnak kocsériába, vagy 50 éven át két nagypénteki beszédje volt, mindig megkérdezte a házvezetőnőt, hogy mit tudom én, Maris, tavaly melyik volt? Ó, te bűnös ember, akkor most keresztem szenvedő drága Jézusom lesz. Ugye? Mert ez a két beszéd váltotta egymást 50 éven át. Na most, a prédikációnak a gyakorlatában érdemes odafigyelni azokra, akik szintén prédikálnak, de nem teljesen vannak a mi aklunkba. Gondolok itt protestáns testvéreinkre, hiszen ők az ige egyháza, szokták mondani, és való igaz, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy hogyan és mit prédikáljanak. Megjelent egy könyv, Lukács evangéliuma magyarázatául, és előtte van egy nagyszerű tanulmány, homiletikai szempontok a prédikációk elemzéséhez. Lehet belőle tanulni. Bizonyos dr. Jakab Sándor írta, én most csak itt a hibákra hívnám föl a figyelmet, amit ő is mond. Aztán utána elemzi, hogy milyennek kellene lenni a jó prédikációnak. Azt mondja, itt csak kiemelem, a bonyolultság. Tényleg vannak olyan prédikációk, hogy nem lehessen tudni, hogy most mit akart elmondani az illető. Van úgy, hogy rádiós műsorban is hallgatom, és nem tudom, hogy most mi volt ennek a lényege. Teljesen ilyen tóvabohú volt. Utána azt mondja, a fiktivitás. Hát ugyan, mit tudom én, ilyen filmekből, vagy valami ilyen sci-fi irodalomból vesz állandó példákat a fikciókkal, és hát nem elég az, hogy a fiatalság egy ilyen illuzórikus világban él, ők még jobban rátesznek ezzel. Tehát vigyázzunk azzal, hogy ne legyen fiktív az, amit mondunk. Utána a művészkedés és a művészi modorosság a bizonyságtétel helyett. Tehát amikor már hanghordozása is valakinek olyan, én ismerek olyan papot, vagy ismertem, amikor így közbeszédbe szólt az emberekhez, abszolút normális volt. Amikor prédikált, akkor fölvett egy ilyen természetellen és kántáló, hogy ne mondjam, eunuk hangot, és valahogy úgy mondta. Tehát ez a művészkedés, mert ő valahol hallotta, és akkor mit tudom, én azt is hallottam, hogy időnként az eunuknak föl kell kiáltani, utána el kell hallgatnia, és akkor ezt úgy csinálta, hogy nem tudta, hogy mikor kell alkalmazni. Igen. No, aztán az irodalmi vagy nyelvi sablonok lapos bevezetése az életű gyakorlati és élő beszéd helyett. Hát pontosan ugyanezt mondta a II. Vatikán zsinat határozat, hogy az élethez szóljon. Aztán a hőst ember dicsőítő irodalmi szárnyalás.
Hát gondoljuk a temetési beszédekre, van amely temető papnál mindenki üdvözül. Ott olyan szent és olyan hős mindenki, ugye? Tehát inkább ne szóljunk semmit, ugye? Tehát ezekre mi a szenteket kiemelhetjük. De vigyázni kell a, egyébként ilyen dicsőítő beszédekkel. Öncélú magasságukba szárnyal, ahelyett, hogy a szívhez szólna és megtestesülne. Ugye a capik féle temetési beszédben van az, hogy műveltebbeknek kissé emelkedetten. És akkor ott van, hogy a fűfa virág hullik, ősszel mutatja múlandóságunkat, és akkor ugye egy ilyen kellő preambulum után tért rá arra, hogy az illető szintén a minden élő útján elment. Aztán ébredést hozó valódi ige helyett andalító és gicses altató. Irodalmi elvárás és beszélgetés során elveszítjük a fő gondolatot, a krisztusi üzenetet. Tehát mindenféle elágazik, de nincs visszatérés arra, hogy most Jézus Krisztus mit akart tanítani és mondani. Itt a hibákat sorolja föl. Amit ő itt elmond, ez már tényleg ilyen teoretikus valami, de csak úgy beolvasnám, hogy ilyeneket mondta, hogy az ismeretek nyílt és asszociatív közlése, a heurisztikus közlés. Vagyis, hogy rájöjjön az illető, hogy hát tényleg ezt én is így gondoltam. Hogy volt ez az én eszembe is, de nem tudtam így megfogalmazni. Az egy nagyon jó dolog. Hányszor megtörténik az, hogy azt mondja, hogy nekünk szó, tehát pont valami ilyesmit gondoltam én is, ugye? Aztán a gondolategységek paradigmikus modellezése, hogy azok egymás mellett legyenek ezek a gondolategységek, és ezeket helyesen helyezzük el. Cselekvő addiktív közlés. Tehát, hogy a cselekvés felé irányítjuk. Probléma megoldó kutatásokat serkentő közlés. Tehát van, akinek a kérdései sokkal fajsúlyosabbak, mint a válaszai. Tehát föltesz kérdéseket a prédikációba, és várják az emberek, hogy mit mond rá, de azt a fajsúlyt nem üti meg a válasza. Aztán hát még közösségi tanulás serkentő közlés, korporatív módon felmérő ösztönös közlés, játékos és kreatív drámapedagógiai stratégia. Mondjuk azért humorizálni nem szabad, különösen a szendőkről a templomban, mert ilyenekről is lehet olykor hallani. Megnéztem az evangélikusok irodalmát is, a Credo című folyóiratban már elhunyt egy kortársunk volt, egy Kovács Imre, az irodalom szerepe az ige hirdetésben. Erről írt, és hát én itten szó szerint a szukkusát, a lényegét kivenném ennek a gondolatnak, azt mondja, ha a betét nem szerves része az ige hirdetésnek, tétova vendég, a predikációnak és irodalmi igényűnek megemelt közbeszédűnek kell lennie. Tehát lehet irodalmi művet idézni, de az ilyen oda, az alkalmazkodjék ahhoz. Tehát most valaki tud egy pár verset, és akkor mindig betesz valamit, ugye, templom és iskola örökké, ugye, például, vagy a kő marad, ugye. Tehát vannak olyan sablonok, panelek, amelyek már holt unalmasak. Ha irodalmi, akkor az megvilágítson két-három sorban. Aztán a prédikációnak is irodalmi igényűnek kell lennie. Ahogy a Szentírásról elmondjuk azt a Új Szövetségről, hogy a koiné egy megemelt köznyelv volt, nem klasszikus volt, mondjuk Lukácsnak a apostolok cselekedete, vagy a zsidókhoz írt levél első része sokszor is sokféleképpen szólt Isten atyáinkhoz. Ez azt lehet mondani, hogy a klasszikus görögség nyelvén íródott, de általában a Szentírásnak a nyelve a megemelt közbeszéd volt. Na tehát erre is oda kell figyelni, mert nem lehet akármit mondani a prédikációban. Nagy hírű szónokok, ról hallottam, mostanság is, hogy ilyen. Mondtam a gyereknek, ne pofázz, meg nem tudom micsoda. Szóval nem lehet. A prédikáció legalább azt a szintet kívánja meg, mint amikor én egy rendes, jó társaságba felszólalok. Azt a szintet, hogyha
Tudom, hogy itten tanáremberek vannak, vagy orvosok vannak, elvárják tőlem, hogy igényesebben fogalmazzak, hát akkor az Isten igéjét is ezzel az igénnyel kell előadni. Tehát erre roppant mód vigyázni kell, hogy hogy adjuk elő. A prédikációnak a teológiájára is érdemes odafigyelni. Mind a mai napig lehetne azt mondani, hogy a legnagyobb igehirdető rend a domonkos rend. Mi mondjuk a jezsuitákra is, többiekre is, de ők eleve, ugye, ordo predicatorum, prédikáló rend, mert mondjuk egy kapucinus, Cantala Messa, az megörökli hosszú idő óta, hogy a kapucinusok, hogy ők a pápai ház szónokai. De az igazi nagy prédikátorok mindig a domonkosok voltak, akik nem csak mondjuk így a néphöz szólva példázatokkal, hanem tanítással is. Tehát annak teológiája volt. És mai, nem jut eszembe a neve, mostani domonkos szerzetes főnöktől olvastam egy tanulmányt, Aquinói Szent Tamás nyomán elemzi a prédikációt. Azt mondja, hogy mi mindig úton lévő emberek vagyunk. A ordo predicatorum, ők, hogy így mondjam, tovább-tovább állva prédikáltak. De az is úton lévő ember, aki mondjuk egy kis faluban tölti el az életét, mert körülötte a világ megváltozik. Anélkül, hogy ő kitenné a lábát, az ezelőtt 30-40 évvel előtti helyzet egészen más. Tehát, mintha túlment volna már ő is. Tehát úton lévő emberek vagyunk. Kérdezi, hogy milyen hatásfokú és hogyan működik a prédikáció. A prédikációnak másodlagos eszköz oksága van Szent Tamás alapján. Az elsődleges eszköz maga Jézus Krisztus, a megtestesült logosz. Ő az, aki az Isten szavát az ember számára a leghűségesebben és a legtökéletesebben kifejtette. Ez volt az elsődleges eszközökség. A második a prédikáló, mert maga Jézus mondja, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. És így működik a prédikációban, vagy a prédikáció által a kegyelem. A sugalmazott szerző teljes értelemben próféta. Tehát aki a Szentírást írta, az teljes értelemben próféta, mert ugye nem jövendő mondásra kell gondolni, hanem azt adta vissza a Szentlélek által, amit Isten közölni akart. A prédikátor egyfajta proféciát hoz létre. Isten alkalmassá teszi őt, hogy, de nem mondhatja azt, hogy ő a kinyilatkoztatást tovább viszi, tehát többletet ad a kinyilatkoztatáshoz. Megkapja a beszéd karizmáját, és a Szentlélek ezt használja föl. A hallgatót pedig képessé teszi arra, hogy fölfogja a neki szóló igazságot. A prédikátornak az egyház hitét kell prédikálnia, mondja Szent Tamás, tanítani, megizleltetni az igazságot, és megszerettetni a hallgatókkal. És úgy tud alakítani, hogy a hallgatóság számára olyan jelentést hordozhat, hogy azt hallja ki belőle sok esetben, amit az illető nem is mondott. Ez számtalanszor megtörténik. Népies változatban úgy, hogy jó, megmondta nekik. De én már nem egyszer találkoztam olyan, hogy odajött, azt mondja, köszönöm szépen, hát olyan jól megoldotta a problémámat, ami engem foglalkoztat, az most, mint a nekem szólt volna. Hát mondom, hála Istennek, hogy mondom. De tudom azt,
hogy én erről kifejezetten nem is akartam szólni. Nem is tudtam az ő problémáit. Olyan megtörtént már, hogy beült a gyógytatószékbe valaki, és felvetett egy problémát. Aztán nekem pont az volt a témám. Akkor megmondtam neki, ide tessék figyelni, én erről prédikálok, de nehogy azt gondolja, hogy kiprédikáltam azt, amit most maga gyónt, mert le is van írva. Erről fogok prédikálni, de nehogy azt tessék gondolni, hogy én most a maga problémáját prédikálom ki. Jó, köszönöm szépen, majd figyelni fogok. Ez nem egyszer megtörtént velem. Na, tehát képessé teszi a prédikátort arra, hogy olyan karizmát kapjon, hogy az illető kihallja belőle azt is, amit ő éppen nem akart mondani. Ez az Isten kegyelme. És ebből adódik az, hogy nem föltétlen a nagy szónok tud valamit elérni, hanem az, akiben jobban működik az isteni kegyelem. Ugye Lacordaire-t és Vianney Szent János szokták fölhozni példának. Ugye Lacordaire dominikánus volt, valóban nagy szónok, és tényleg sokat tett. Tehát biztos, hogy a konferencia beszédeket ő kezdte el Párizsban, a francia forradalom az teljesen kiégetett mindent, és rájöttek arra akkor a katolikus egyház vezetői, hogy ez azért is történhetett, mert tudatlan volt a népünk. Volt 40 ezer szószék a Franciaországban, de tudatlanok maradtak. És ezért be kell vezetni azokat a prédikációkat, vagy konferenciabeszédeket, ahol merünk szólni a szellemi dolgokról, esetleg a közéleti dolgokat felhozzuk, morális kérdéseket, és ha kell, egy hosszabb nagy prédikációba. Ezt kezdte Lacordaire a párizsi Notre Dame-ba, és innét vettük át aztán mi is. És azt mondta Lacordaire, hogy hát én prédikálok, meghallgatnak, utána elmének az operába. Itt van ez a Vianney János, ez itt mekik makuk belesül a beszédbe, utána pedig meggyónnak nála. Ugye? Tehát nem tudjuk azt, hogy kinek milyen hatásfok a beszédje, ettől függetlenül nagyon kell törekedni arra, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. Ugye a Szalézi Szent Ferencet szokták mondani, hogy attól félt, hogy őt majd nagyon-nagyon dicsőíteni fogják a sok híres beszédje miatt, és szándékkal belesült a beszédbe. Hogy hát mondják azt, hogy na hát azért esi tud mindent. És akkor utána azt mondta, többet ilyet nem tennék. Ugye, tehát az ember azért ne akarjon belesülni a beszédbe, ha adott neki az Isten egy képességet, akkor legjobbat próbálja kihozni magából. És hát nagyon fontos az, hogy a prédikátornak az élete azért próbálja meg követni azokat az igazságokat, amit tanít. Szabó János mondta nekem annak idején, évfolyam társam volt, hogy egy öreg asszony mondta neki, tisztelendő úr, nagyot ne védsem, mert megnémul. Ezt úgy kell érteni, ha valaki valamiben súlyosan vétkezik, nem tud róla hitelt érdemlően szólni, vagy legalább úgy, hogy hát én is elszoktam ezeket a bűnöket követni. Ugye? Na most egy alkoholista pap, hát azért nem jó veszik ki a magát, hogyha ottan beszél a nagy mértékletességről, meg a, ugye, a józan életről, és lehetne sorolni. És hát nagyot ne védsen, mert megnémul. Tehát, hogy az ember próbálja meg követni azt, amit tanít, hogy ne csak higgye, hanem próbálja. És hát ebbe volt, ugye Pázmány nagyon nagy, amikor erről egy tanítást adott. Majd ezt fogom felolvasni, ugyanis ő szólt a keresztény prédikátorokhoz, közvéleménykutatást tettem, az atyáknál nem olvasták ezt a tanulmányát Pázmánynak, amiből ki vannak véve a latin mondatok, hanem csak a magyar szöveg van. Ez lesz majd a második rész, mai napiglan is igen tanulságos, hogy milyen legyen a keresztény igehirdető, és hát erre kell ügyelni, hogy amit mi hirdetünk, azt próbáljuk élni is. Jól lehet, tudjuk azt, hogy a méltatlanság ellenére is a szó azért elér oda, és még akkor is hathat. De sokkal hatékonyabb az, ha olyan hithirdető szól, aki maga is próbálja azt megélni, nem pedig csak ugye bort iszik és vizet prédikál. Mindegyik nagy szónok fölhívja a figyelmet arra,
hogy a jó ige hirdetésért imádkozni kell, kérni kell a Szent Lelket, és ha úgy éreztük, hogy jól tudtunk szólni, akkor adjunk érte hálát. Boldog II. János Pál pápa mindig a kápolnába itt a prédikációit. Hát ha nincs is közelünkben egy ilyen hely, de imádkozzunk és kérjük a Szent Lelket, hogy amit tanítunk, azt ne csak továbbadjuk, hanem mi magunk is törekedjünk rá, hogy azt egyre jobban megvalósítsuk. Köszönöm szépen. Folyt köv majd.